Romániában hosszú évtizedeken keresztül szeptember 15-én kezdődött az iskola, idén azonban korábban, hétfőn, vagyis szeptember 10-én lesz az évnyitó az ország 7108 oktatási intézményében. Több mint 210 000 pedagógusnak és mintegy 2 300 000 óvodásnak és iskolásnak indul a tanév. Most még a vakáció szó olvasható ezen az iskolatáblán, pedig az osztályterem lassan készen áll a tanévkezdésre. Felmossák a padlót, lekerülnek a székek az asztalokról, már csak a gyerek zsivaj hiányzik az osztályteremből. Ideális esetben minden tanintézményben ez a forgatókönyv. Fel vagyunk készülve a tanévkezdésre. Ez azt jelenti, hogy 100%-os tökéletes minden. Ezt mondja Görbe Péter Hargita megye főtanfelügyelője. A tanévkezdésre az iskola épületek nem megfelelő állapota vet árnyékot. 95%-a az iskoláknak, épületeknek, amiben a tanítás zajlik, rendelkeznek egészségügyi engedéllyel. Van ott többi 5%-ból még olyan, amelyiknál már folyamatban, csak még éppen a papír nincs. Még van egy pár, ahol gondok vannak, mert még ilyen nincs benti illemhely, még más hasonló. Ezeknél esetek vannak, ahol azt is meg kell mérni, hogy érdemes még bajlódni vele, van 2-3 gyerek, lehet, hogy 2 év múlva már nem lesz ott gyerek. Pozitívan nyilatkozik a tanévkezdésről Joan Macarie Maros megyei főtanfelügyelő is. Elismeri ugyan, hogy hibáktól hemzsegnek a tankönyvek, több magyar osztály pedig tankönyv nélkül kezdi az iskolai évet, ezekért azonban a tanügyminisztérium a felelős. Ebben a pillanatban nincs arra utaló jel, hogy valamelyik oktatási intézményben ne kezdődne meg a tanév. Még van 2 nap elvégezni az utolsó simításokat. Hétfőn elkezdjük a tanévet, ismétlem, mindenik oktatási intézményünkben. A megye 623 tanintézményében 87 180 gyerek számára csengetnek be. A 2018-2019-es tanév során a diákok 34 hetet, azaz 168 napot töltenek majd az iskolapadban. Az országos iskolakép azonban messze áll az ideálistól. A vidéki iskolák 60%-ában nincs angol WC, 3500 oktatási intézményben pedig fával fűtenek. Az önkormányzatoknak az iskolaépületek rossz állapota is fejtörést okoz. Több ezer tanintézmény nem kapta meg a tűzvédelmi engedélyt sem. A falusi iskolák felszereltsége is nagyon hiányos, például 9 gyerekre jut egy számítógép.